Sziasztok! Jó az, hogy hétfő van, amikor felveszem, de ti csütörtökön látjátok ezt a videót. Jó, hagyjuk. Minden beállítása is csak ezzel a sebességgel tud menni. A futás elemező nagyon furcsa, viszont amikor teljes sebességem van, az nagyon jó. Az teljesen visszahagyja hülyen az eredetit. Hát erre én inkább nem mondok semmit sem, hogy ez mi akar lenni. Szlópok. Mégis. Mondjuk azt nem tudom, miért csak most csinálok el videót. Azt hiszem, mert ez azért egészen játszható. Képminőség így. Még az egy picit elég fura, hogy mit csináltak. Pörgős modellnek. Szóval van egy... arány kevéssé... egy olyan modell, ami külső, hogy aránylag sima gömb, picit átereszti a fény, azaz átlátszó, és van ilyen három csillogó rész rajta. És egy belső az a rész, ami tényleg Sonic. Ó, de jaj, visszaadja azt. Csak annyi, hogy itt jobban néz ki, mert ott az eredeti egy picit hülyém. Az. A háttér. Picit lassan pörögszön itt ilyenkor, nem gondolod? Eredeti ilyenkor egyet szól megfordulni. Azt hiszem, hogy jól számoltam, egyet fordul. A leglassabb sebességnél. Itt picit gyorsabbnak kéne lennie, egyértelműen az. Ami azt jelenti, nem tudok semmi se erről játékról, szóval nem tudom, hogy milyen easter egg-ek vannak benne, hogy vannak. Oké, akkor az előbb egy bugot láthattunk. Egy picit furán néz ki ez így modern Sonic-ként. Ez a mi játékmenet. Ez a Sonic inkább modernhez hasonlít, nem klasszikhoz. Gyűrűk arany egész jól sebessége forrónnal, csak egy picit gyorsabbak a kiállítani. De lassan mész. Mi a? Ez az orka mindenhol feltűnik. Sonic Adventure-ben ott van a Emerald Coast-ban. Sonic 06-ban ott van a Wave Ocean-ben. Utána meg igazából nem láttam. De még itt is feltűnik ez az orka. Na, itt legalább jól néz ki ez. Mi forgásnál is megoldották azt, hogy normálisan beforogjon ahhoz a fura hurokhoz. Ha! Na, pont lesz a más? Wow! Hú! Az nagyon bolond, aki nem tudja azt, hogy ez mi. Háttérben, hogyha lehet hallani, hogyha nem lehet hallani, akkor nem hibáztatom. Mit? Egy picit halka lenne a játék. Barát.
Rossz benni! Végülis nem ebben is benne van, de... No, még egy hely, ahol jól néz ki a trailrender. Nem is gondoltam volna, hogy na, hogy ilyenkor jól néz ki az trailrender. Van, ez is igaz, hogy én használ csak, és én is. Csak nem így. Nem particle systemként használom. És nem csak egy egyszerű vonalat hat, hanem másokat. Olyan ezek a fák csak modellek? Vagyis modellek, vagy csak sprite-ok? Ups. Hát, bocsi, de ezt nem ismerem. Valaki segítsen, hát tudja. De a pálya eddig hogy az a Green Hill Zone-ra? Eddig is. Miért is lenne ott az egy csillagos doboz? Úgy tűnik, ez sem lesz egy hosszú videó. Na, innentől azért már nem hozom. Csak az elej volt az. Remélem lesz egy boss is. Bár azért azokat elég nehéz leprogramozni a boss fight-okat. Most elég nehéz lehet, gondolom. Itt már megint mi van? Picit hangos a vizesés. Most ugrott be egy ötlet. Most lehet, hogy használni is fog, de nem biztos. Milyen jó videózgatni, így az emberek beugnak ötletek. Erről inkább nem mondok semmit se. Azon ki, hogy azért nem egyszerű ezt megoldani, ha legyen ilyen. Most egyszerűen csak ott biztos elfelejtette beállítani. Úgy ilyenkor ez
itt ne történjen meg az. Valószínűleg belassított ilyen fekete képen is fura dolgos incidens. Itt gyorsabban mozog, mint ott a talaj. Ez arra utal, hogy ez a pálya nem kérdés. Nem tudom, mit mondjak. Na, erre emlékszem ennyire pályán részre. Akkor ez egy keverék a X-ray. Na, végre kikerültem. Gyorsabban. Az 40 km per óra az nem hangsebesség, Sonic. Nem, mint a 60 az lenne. Jaj, ne. Ó, Sonic rette volt. Azt érdemes az megtartani. Jutszakát!